Beszélgetésre invitálták magukhoz a későbbi áldozatot a kifosztás elkövetői. A bűncselekményt két fiatal nő tervelte ki és vitte véghez, egyikőjük mindössze 19 éves most. Miután a vendégségbe hívott férfi megérkezett hozzájuk, leültették, majd kávéval kínálták. Az italba viszont receptre kapható nyugtatót tettek, legalább két szemet. A gyanútlan áldozat kiitta a csészét, majd 20 perc múlva kábulatba esett. Ekkor fektették le egy ágyra és egész egyszerűen kizsebelték. 87 ezer forintja és a bankkártyája bánta a kalandot. A nők ekkor Bonyhádon és Kisvejkén próbáltak automatákból pénzt felvenni, ez viszont nem sikerült nekik, az ügyből mégis büntető eljárás lett, amiben most született ítélet. A szekszárdi járásbíróság két vádlottat ítélt el ugyanazon bűncselekmény miatt, kifosztás büntettében és csalás büntetének kísérletében mondta ki bűnösnek mindkét vádlottat. Az elsőrendű felnőttkorú vádlottat felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, a másodrendű vádlottat pedig közérdekű munkabüntetésre ítélte. Vagyis a két nőnek nem kell börtönbe vonulnia, egyikőjük egyébként csalás miatt is felelt, ő volt az, aki ugyanis a lopott bankkártyával pénzt akart felvenni, az ítélet jogerős.